Minden családi kedvezményre jogosultnak jár az adó visszatérítés. Az ezzel kapcsolatos leggyakoribb kérdésekről beszélgettünk a NAV Baranyai sajtóreferensével. Barlai Krisztina Adópercek című műsorunkban emlékeztetett, hogy a visszatérítésre azok jogosultak, akik 2021-ben legalább egy napon jogosultak családi kedvezményre. A szülők mindketten részesülnek az összegből, ha van adóköteles jövedelmük. Ugyanígy igaz ez az élettársi kapcsolatban élőkre, amennyiben közösen nevelik a gyermeket, gyermekeket. Az elvált szülőknél is hasonló az eljárás, ám nem minden esetben részesülhet az apa is és az anya is a visszatérítésből. Akik 2021-ben váltak el, és az azt megelőző időszakra jogosultak voltak családi kedvezményre, nekik jár a visszatérítés. Azok a szülők, akik 2021 előtt váltak el, abban az esetben az a szülő kaphatja meg ezt a visszatérítést, aki jogosult családi pótlékra, illetve a családi kedvezmény igénybevételére. A várandós nők és a velük közös háztartásban élő házastársak is jogosultak a visszatérítésre a fogantatás 91. napjától. Barlai Krisztina kiemelte, hogy a több gyermekes családok esetében sem a kicsik száma, sem életkoruk nem befolyásolja az adó visszatérítés összegét, sőt, még az SZIA mentességet élvező 4 vagy több gyermekes anyák is részesülnek a visszatérítésből. Ugye ez a kedvezmény, ez nem minden jövedelemre vonatkozik. Tehát, hogyha az édesanyának van olyan jövedelme, amire ez a kedvezmény nem vonatkozik, például az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem és az ahhoz kapcsolódó adókötelezettség, akkor erre tudja érvényesíteni a visszatérítést. A sajtóreferens hozzátette, hogy a kisadózók is beletartoznak a kedvezményezetti körbe. Ők a 2021-es évben befizetett tételes adó 25%-át kapják vissza. Ha ezek az adózók rendelkeznek összevont adóalapba tartozó jövedelemmel, akkor ezen felül is járhat a visszatérítés, ám ez az összeg nem haladhatja meg a 809.000 forintot. Mint minden kérdéskörben, most is nyújt segítséget az adóhivatal az érdeklődőknek telefonon, személyesen és online is.